megnyitott Európa legnagyobb bevásárlóközpontja a leendő londoni olimpiai park közelében. A brit fővárost a befektetők válságálló területnek tartják, ráadásul a jövő évi világszintű sportesemény megsokszorozhatja az üzletek bevételét. Nagy rohammal vette be a Westfield bevásárlóközpontot a több ezer pénzt költeni vágyó vásárló. Ők akartak lenni az elsők, akik bejuthatnak Európa legnagyobb városi bevásárlóközpontjába. Az üzletek előtt pillanatok alatt kígyózó sorok alakultak ki. A tulajdonos várakozása szerint az 1,4 milliárd fontból felépített központ kettős célt szolgál majd. Kelet-London lakosainak generációit fogja kiszolgálni, valamint csodálatos szabadidőközpont és bevásárlóhely lesz a jövő évi olimpiai játékok alatt. A megnyitó résztvevő londoni polgármester szerint már az előkelő párizsi bevásárlónegyedekben is a Westfieldről suttognak. A komplexumban 300 üzlet, 70 étterem, egy nagy mozi, több hotel, egy bowlingklub és egy kaszinó várja a látogatókat. A beruházó reményei szerint nem csak a környékről, hanem külföldről is. Az Eurostar Super Express megállója ugyanis csak pár percre van a létesítménytől. Nagyon sok munka lehetőséget teremt a környéken, és csak 3 percre van a metrótól, úgyhogy brilliáns. És megvan benne az a bizonyos plusz, mondja ez a vásárló. A központ befektetői egyébként 2008-ban már nyitottak egy üzletházat Nyugat-Londonban, ami a válság kirobbanása ellenére azóta is nyereségesen működik.